A Mi Hazánk mozgalom arra kéri a magyar embereket, hogy ne üdvözöljék a holnap hazánkba látogató török államelnököt, ugyanakkor ne is keveredjenek szélső baloldali felforgatók közé, ne vegyenek részt a kurdok melletti szimpátia tüntetésen, ugyanis a kurd szimpátia tüntetést olyan szélső baloldali kommunista, anarchista felforgató szervezetek szervezik Magyarországon, akikkel nem vállalhat magyar ember közösséget. Erdogan pedig nem a türk testvériséget, hanem sokkal inkább az oszmán hódító politikát testesíti meg, ezért magyar ember már csak a 150 éves negatív tapasztalatainknak köszönhetően sem üdvözölheti az ilyen hódító egyrészt muszlim vallási, másrészt pedig török nacionalista politikát megtestesítő Erdogánt. Ezért kérjük tehát a magyar embereket arra, hogy sem a szélső baloldali tüntetéseken ne vegyenek részt, sem pedig Erdogán üdvözlésében ne vegyenek részt, ugyanis ez nem a mi háborunk, ez nem a magyarok ügye. A Mi Hazánk mozgalom, ahogy mindig, most is a magyarok útját, a harmadik utat képviseli, ezért kérjük a magyarokat arra, hogy ne vegyenek részt abban a tüntetés sorozatban, abban a bojkotban, és abban az üdvözlésben sem, ami Erdogánra holnap Magyarországon vár.